A legutóbbi statisztikai adatok azt mutatják, túltermelés van borból Magyarországon. Megközelítően 4 millió hektoliter van készleten, amire 3,2 millió hektoliter fogyasztást számolnak. Annak érdekében, hogy ne legyen további többlettermelés, a hegyköségek nemzeti tanácsa felajánlotta a zöldszület lehetőségét a gazdáknak. Aki vállalta a kiválata, termés teljes leszedését zöld állapotában, az önköltségi árának megfelelő támogatást kaphatta. Ez Magyarország minden borvidékére ki volt írva nem egy örvendetes dolog, tehát nem, nem örülünk neki. Én elmondhatom, hogy így a szexádi borvidék képviseletében mi jól állunk. Nálunk, ami beérkezett igény, az mindösszesen 39 hektár. Ez 38 hektár a Bátaszéki Egyközséghez érkezett be, és egy hektár érkezett a szexádi hegyközséghez. Tehát összességében ez az országos átlagban ez nagyon-nagyon a, -nagyon a hátsók között szerepel, tehát mi relatív nem nagyon élünk ezzel az eszközzel. A szexádi borvidék megközelítően 2500 hektáron terül ebből a 39 hektár szinte jelentéktelen, mondja Bősz Andrián. Átlagosan 6300 mázsa szőlő a területen, és ennek jelentős része el is kell. Jelenleg 22 liter bort fogyaszt személyenként egy évben egy magyar, néhány éve ez 34 liter volt. A hegyköség elnöke azt mondja, jelentősen javítani kéne a marketingen felméréseket kellene erre is végezni, aztán bízunk benne, hogy majd ez a 22 liter idővel megint csak növekedni fog, és minden ilyen jellegű probléma meg fog oldódni.